24. Depressziós. Dr. Király Péter és Floki, állatorvos, a Rex Alapítvány alapítója. Flokit, a fekete-fehér foltos vizslaméretű keverékkutyust néhány évvel ezelőtt drámai lelkiállapotban hatalmas duzzadó emlőkkel hozta be a Rex kutyaotthon alapítványhoz egy jó lelkű állatbarást. Elmondása szerint nem sokkal a szülés után a kutya szeme láttára lapáttal verték agyon a kölykeit, majd egy jól irányzott oldalba rúgással kihajították az utcára. A szerencsétlen állat minden zajra és a legkisebb kézmozdulatra is vonyítva menekült, és kifli alakba kucorodva remegte át az első napokat. Úgy gondoltuk, hogy egy szerető családban sokkal gyorsabban elfelejti majd a vele történt szörnyűségeket, ezért magunkhoz vettük. Ennek most már lassan 4 éve. Azóta már képes önfeledten szaladgálni, de egy-egy hangos szóra még most is özzerezzen. Tudja, hogy az emberek alapvetően jók, de tudnak szörnyűségesek is lenni. És ezt a bevésődést a legnagyobb szeretet sem feledteti el vele.